Pócs Petriben a Létai utcán egy köztéri kereszt mellett tartották az új út átadását. A település sajátos történelmére utalva Tamás György polgármester azt mondta, a rendszerváltás után a polgári kormány ideje alatt indulhatott meg az erkölcsi jóvátétel Pócs Petriben. 2014 után pedig az anyagi rehabilitáció is elkezdődött. 2014-ben a 19 utunkból csak 8 volt, ami szilárd útburkolattal rendelkezett. Most elértük azt, hogy minden utunk egy kivételével szilárd útburkolat, illetve utalap el van készítve. Köszönet a polgári kormány támogatásnak, köszönet képviselő úrnak és mindenkinek, aki hozzájárult ennek a projektnek a létrejöttével. Sesták Oszkár elmondta, a Vármegyei Önkormányzat legfontosabb feladata a település fejlesztés, ezen belül pedig az egyik legfontosabb az úgynevezett topos programok kezelése. 300 millió forint az a fejlesztési csomag, amit Pócs Peti kapott a TOP 20-os program keretében, egy energetikai felújítás és még egy közösségi fejlesztés. A TOP keretében egyébként a vármegyében 150 milliárdot fordítunk Nyíregyházával együtt a következő 7 évben közösségi fejlesztésekre. Az úttól a bölcsődén át a különböző turisztikai fejlesztésekig, tehát nagyon változatos ez a fejlesztési csomag. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, a terület és település fejlesztési operatív program meghosszabbításának köszönhetően a jövőben 18 településen újulnak meg belterületi utak, mintegy 2,5 milliárd forint értékben. Tavaly felavattuk az iskolát, az iskola felújítást Palánki püspök atya szentelte meg. Előtte ugye az előtte években utakat adtunk át, egészségház épült a településen, szolgálati lakás, büszkeségpont, és ha Isten is megengedi, már pedig remény van erre, hogy ez történik, hamarosan a Mária Pócs, Pócs Petri közút is meg fog újulni. Ma már olyan utak, illetve fejlesztések valósulnak meg a Vármegyében és országszerte a TOP Plus programból, amelyek ugyan EU-s forrásokból lennének finanszírozva, de az Unió egy eurócentet sem utal. Ezek tehát mind hazai költségvetési forrásból megelőlegezett fejlesztések, fogalmazott Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Nehezen érti az ember józanésszel, hogy itt a Pócs Petri út, az miért nem támogatható az Unió részéről. Ők nyilván azt mondják azért, mert Magyarország nem demokrácia, és Magyarországon minden a korrupcióról szól, miközben láthatjuk, hogy anélkül, hogy ők ezeket a forrásokat, ami a mi forrásunk, engednék, hogy hozzáférjünk, anélkül is fölépültek ezek az utak, hiszen hála Istennek egyébként, annak ellenére, hogy háborús időszak van, annak ellenére, hogy szankciók vannak, annak ellenére, hogy épp hogy túl vagyunk egy világjárványon, a magyar gazdaság és a magyar költségvetés van olyan erős állapotban, hogy bár az Unió egy eurócentet sem utalt ezekre a forrásokra, de a magyar költségvetés ezt megelőlegezte, és ezek fel is épültek. Ezeknek a forrásai a magyar embereknek járnak. Törvény szerint járnak, szabály szerint járnak. Amiért nem fizetik ki Magyarországnak, az egy mondva csinált ügy, egy koncepciós eljárás. Politikai ellenszenv miatt nem hajlandók az embereknek itt Pócs Petriben az útfelújítását finanszírozni, országszerte pedig számtalan útfejlesztést, kórházfejlesztést, iskolafejlesztést vagy pedagógus béremelésnek a többletét. A Létai utcát a TOP Plus program belterületi közutak fejlesztése című pályázat keretében korszerűsítették Pócs Petriben.